Szeretettel köszöntöm Önöket! Ez a Porta, a Kartal TV kistérségi magazin műsorának 7. száma, én Géczi András vagyok. Mai műsorunk témái: asztali teniszbajnokság Kartalon. Megtudhatjuk, hogy mitől egyedülálló az országban az újonnan épülő kartali bölcsöde. Galga Rádió, valóban változatosak vagyunk. Térségünkben induló új formáció, beszélgetés a Karakterzenekar két tagjával. Témánk Kartal egyik legnagyobb építészeti beruházása, a bölcsöde. Ennek okán pedig vendégem Tóth Ilkó Mihályné, aki egyébként óvodavezető, és hát az első és legfontosabb kérdésem, hogy óvodavezetőként hogyan keveredett bele a bölcsöde pályázatba? Először is tisztázni szeretném, hogy a bölcsöde mint intézmény önállóan működő intézmény lesz önkormányzati fenntartásban. Tehát attól függetlenül, hogy segítettem a szakmai előkészítésben, meg kolléganőim is segítettek, nem fog az óvodához tartozni, tehát egy független intézmény lesz, külön személyzettel. Hogy kerültem bele? Gyakorlatilag évek óta már többször felmérések is voltak az a településen. Védőnőknek a adataiból is tudjuk, hogy vannak olyan szülők, akik igényelnék a bölcsödei ellátást. Pénzünk nem volt, fejleszteni való lehetőségünk nem volt, viszont jött ez a pályázati helyzet, amit azonnal az önkormányzat kihasznál, hál' Istennek. Aszódra fogad pár gyereket Kartalról a bölcsöde, de olyan túlterítettség van, hogy csak nagyon indokolt esetben tudnak oda menni a gyerekeink. Körül 8 gyerek jár most is oda. Aztán, hogy miért kerültem a képbe, a polgármester úr, mivel más bölcsödei előzetes szakirányú tapasztalatunk nem volt, felkért, hogy mint a korosztályhoz legközelebb álló egyik személy, és próbáljak utána járni módszertanilag, eszköznormákat nézem meg, hogy mi minden kell egy bölcsödéhez, és a pályázatnak a szakmai részét segítsek elkészíteni. Szakmai rész. Ha már a szakmai részre kitérünk, akkor azért ez a bölcsödei beruházás óriási. Ráadásul én azt gondolom, hogy elég ultramodern és profi. Mégis, ha valaki itt munkát szeretne vállalni, mint mondjuk bölcsödei nevelő, akkor milyen képzettségekkel kell, hogy rendelkezzen? Tehát milyen képzettségű dolgozók? Még visszatérnék az előző témára, mert pontosan ez is feladat volt közben, ugye, hogy nem tudtuk, hogy milyen képzettség kell. Fel kellett venni először is a területileg illetékes bölcsödei módszertani központtal a kapcsolatot. Ők azok, akik az országos bölcsödei hálózatot irányítják szakmailag. Ők adtak mindenféle információt meg arról, hogy milyen dokumentumot keressünk meg a működtetéshez, és ők mondták el, hogy milyen végzettségre van szükség. Kisgyermek és csecsemőgondozói végzettség, ami ide kell. Tehát tudni kell, hogy például óvónő ezzel a főiskola végzettséggel nem mehetne oda dolgozni, érettségivel, sima érettségivel szintén nem, tehát átképzéssel. Vannak is emberek a közelben, itt az óvodában is dolgoznak, akik már elvégezték a speciális iskolát, és tudom, hogy a településen belül még vannak, akik folyamatosan végzik. Ez azért előnyös az önkormányzat számára, mert amikor nyit a bölcsöde, akkor már képzett emberek állnak rendelkezésre, nem kell az önkormányzatnak pénzt befektetni a képzésükre, hanem ők önerőből készenlétben állnak, és közülük lehet válogatni vezetőt is, meg gondozónőket is. Milyen speciális eszközök, fejlesztési lehetőségek állnak rendelkezésre majd a bölcsödében? Az a szerencsés helyzet állt elő a pályázaton belül, hogy külön keretet tudtunk biztosítani a belső eszközellátásra. Tehát nem csak az épület készül el, hanem az óvodai, az udvari és a beltéri játékeszközök beszerzésére lehetőség nyílik. Ez óriási előny, mert teljes gazdag felszerelésbe jönnek a gyerekek. Először is van az alapkövetelmény, amit a központi dokumentumból ki kellett keresgélnünk, de ezen kívül, mivel a óvodai tapasztalatunk alapján már tudjuk azt, hogy milyen típusú mozgásfejlesztés segíti a gyerekeknek a személyes
részképességeinek a fejlesztését, mik azok a speciális eszközök, amik mondjuk egy fejlődésben elmaradt kisgyereknek a további fejlesztéséhez szükségesek, ezeket is figyelembe vettük. Ha szabad, akkor egyet-kettőt említenék a listából. Természetesen. Mert el kell, hogy mondjam, hogy a nagy játékok gyűjteménye mellett akár a bili darab számáig is le kellett bontanunk ezt az eszköz szükségletet, úgyhogy volt vele munka bőven. Tehát például, hogyha a mozgásfejlesztést vesszük, van a bölcsödés korosztálynak is például egyensúlyozó korong kapaszkodóval. Óvodásoknak ugyanez kapaszkodó nélkül egyértelmű, mert más a korosztály. Például ez a gyereknek az egyensúlyérzékét fejleszti. Mindenféleképpen a nagy mozgásokhoz igyekeztünk eszközöket beszerezni. Lesz ugráló labda nekik is, érzékelő labda, ami a tapintást, a test érzékelést segíti. Katicás hangszerkészlet, zsiráfos hangszerkészlet. Természetesen, mivel picurkák, nekik mindenből olyan méretű kell, ami nem balesetveszélyes, amiből sok van, hogy tudjanak rajta osztozkodni. Mindenféle kézműves technikához, ami nekik korosztályban megfelel, olyanokat is beszereztünk. Aztán finom motorika fejlesztéshez például mintafűzők, de természetesen nagyméretűek, óvodáskorban ugyebár ott kicsik vannak, ami már mint a kisméretű fűzők, ami nekik való, vagy esetleg meg tudom mutatni a prospektusokból azokat az összerakókat, ami a korosztálynak megfelel, nagyon esztétikusak, a bútorok nagyon-nagyon szépek lesznek. Az óvodánk se elhanyagolt, viszont majdnem, hogy irigylésre méltó lesz, amit a picurkák kapnak, de mivel látjuk, hogy ez a bölcsöde már tető alá készül, és körvonalazódik az, hogy a bölcsödéseknek milyen gyönyörű terep alakul ki a kicsi beugró udvarokkal, a biztonságos környezettel, és majd később a gyönyörű berendezéssel, alig várjuk a megnyitót, mi óvónők is. Remélem, hogy műsorral is részt veszünk majd rajta. Beszélgessünk még egy kicsit a bölcsödéről, mint épületről. Azt hallottuk, hogy a kartali motívumok és tehát hogy magában népi építészeti stílusban épül majd az épület, és kartali motívumok is szerepelnek rajta. Milyenek ezek a kartali motívumok, és hogyan kell elképzelni mondjuk ezt az épületet, mondjuk, hogyha valaki nem építészeti szemmel nézi, hanem mondjuk kartali lakosként? Hát először is óvónőként, ha mondhatom, aki kisgyerekekkel foglalkozik, látva az épületet, meg hát hál' Istennek benne voltam a tervezővel az előkészítő munkákban, és már akkor csodáltam az elképzeléseit, meg a szakszerű hozzáállását, de most, hogy látjuk is, tehát eleve az, hogy a négy csoport elszeparáltan a kisgyerekek korosztályának megfelelően lesz elhelyezve, teljes biztonságos rálátással minden irányból. Tehát a tervező annyira figyelt arra, hogy kívülről, belülről mindig felnőtt szem előtt legyen a kisgyerek. Azok a kis udvarok arra lesznek alkalmasak, hogy nem csak játékidőben, hanem alvás időben is ágyakat kiraknak, és azon alszanak a gyerekek. Nagyon kellemes, természetes környezetben egyértelmű. Azon kívül sószoba is van kialakítás alatt. Erre lehet, hogy most a pályázatból nem futja, hogy berendezzük, mert azt tudni kell, hogy a sószobák nagyon drágák. De az, hogy a lehetőséget kialakítottuk, az óriási előny, mert azt is tudjuk, hogy mennyire sok aszmás gyerek van, a gyerekek állandóan náthásak, felfáznak, és ha ez majd egyszer működni fog, akkor akár még az óvodások is használhatják majd. A elrendezése még... tehát olyan szinten kényelmes, hogy mindenhonnan hozzáférhetőek a termek is, de a motívumokra térve a legnagyobb örömmel fogadtuk a tervező elképzelését, hogy kartali motívumokat szeretne a beltérben kialakítani, és majd a bejáratoknál is. A beltéri elképzeléséhez is, meg a kültérihez is küldött nekünk alapanyagot, fényképeket, meg elmondta az elképzeléseit, konkrétan a kartali hagyományokhoz hű lyukhímzéses motívumok jelenhetnének meg a főbejáratnál nagyobb méretben a homlokzaton, a körfolyosón pedig körülbelül 5 darab kisebb méretű. Ez nagyon érdekes számunkra is, mert majd segítenünk kell a kialakításában is.
A bejáratoknál pedig minden csoporthoz elképzelése szerint fa oszlopok lennének elhelyezve, aminek a faragásán szintén motivumokat, kartali motivumokat helyezne el, sőt az ő elképzelése szerint stilizált kis figurák esetleg még elférnének a tetején, ami a csoportoknak a nevét jelképezné majd. Ebben mi olyan segítséget vállaltunk, hogy, és itt kiemelném Deákné Kis Katalin kolléganőmnek a nevét, aki ezen a téren kimondottan szakértőnek számít közöttünk. Ő hozott könyveket, még pluszba terítőt is, amire gondoltunk, hogy motivumot keresünk belőle, de természetesen a tervezővel együtt fogunk leülni körülbelül május közepén. Fafaragásokhoz ugyanígy tudok mutatni képeket, hogy mire gondoltunk. Itt annyit szeretnék elmondani, hogy én, mint intézményvezető, előkészítésben nagyon szívesen részt vettem, az óvónő kollégáim ezekben az ötletekben nagyon szívesen részt vesznek, de itt már idejét tartanám annak, hogy a leendő vezető, az intézmény vezetője is vegyen részt ezekben a dekorációs elképzelésekben, meg majd az ottani kolléganők, mert ők fognak benne élni. Tehát az ő ízlésüknek is feleljen meg. Hát majd meglátjuk, hogy időrendben, hogy tudjuk ezt összehozni, hogy az ő véleményüket is mindenképpen kikérjük hozzá. Hát én nagyon remélem, és én azt is gondolom, hogy mindnyájunk ízlésének tökéletesen meg fog felelni ez a bölcsöde, úgyhogy azt gondolom, hogy szeptemberben kerül majd körülbelül átadásra ez az épület, ugye? Tudom, már csak januárban, mert az átadást meg lehetne előbb ejteni, ami így is volt terve véve, de a normatíva szempontjából, tehát költségvetési oldalról nézve úgy döntött a képviselőtestület tudtommal, remélem helyes az információm, hogy januárban nyitnánk, amihez minden előfeltétel adott lesz. Feltételezem, hogy az ott dolgozó embereket előbb föl fogják venni, mivel a belső környezetet az ő ízlésük szerint, az előírások szerint tökéletesen be kell rendezni, elő kell készíteni. Ebben mi mindenbe fogunk segíteni. Hát én sok erőt és kitartást kívánok ehhez, és azt is kívánom, hogy az összes bölcsödéskorú gyerek otthonának érezze majd az új kartali bölcsödét. Meg vagyok győződve, hogy így lesz. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Most azt hiszem, hogy nem meglepő, hogy aki Kartalon lakik, az programok színes választékából szemezgethet, akár a sportot illetően is. Választhat például asztali teniszt, és ennek okán vannak itt a kedves vendégeink. Méghozzá Kratofil Sándor, testnevelő tanár, aki egyébként az asztali tenisz bajnokság főszervezője, valamint itt van velünk Karácsondi Ferenc, Kovács Márton, Szászi Bálint és Lados József is, aki egyébként szellemileg és játékilag is támogatja ezt a bajnokságot, vagy támogatta ezt a bajnokságot. Nos, az első és legfontosabb kérdés, amit Kratofil Sándorhoz intéznék, a bajnokság ugyebár szervezőjéhez. Mikor alakult a bajnokság, miért alakult a bajnokság, és természetesen mindent szeretnénk megtudni, hány csapat vett részt ezen a bajnokságon, és milyen eredményekkel zártak. Hát, tavaly ősszel szerveztük ezt a bajnokságot, olyan apropóból, hogy kartali gyerekek eljárnak amatőr versenyekre, asztali tenisz versenyekre az ország minden tájára, és rengeteg kartali akár műhelybe, akár udvaron, akár garázsban rengetegen pingpongoznak, és hát a gyerekek mondták nekem, hogy csináljunk egy csapatot, nevezzünk be a Pest megyei bajnokságba. A Pest megyei bajnokságnak a nevezési határideje már akkor lejárt, és akkor jött az ötlet, hogy csináljunk saját magunknak egy bajnokságot, hogy ne kelljen elmenni. Tavaly ősszel kezdődött a bajnokság, 7 csapat nevezett, és hát a tavasszal lett vége, 14 forduló volt, így kezdődött az asztali tenisz bajnokság. Maga a csapaton belül hány játékos játszhat egy asztali tenisz csapatban? Itt nálunk egy csapat 5 fő volt, és ahhoz, hogy egy mérkőzést le tudjunk játszani, ahhoz 3 fő szükséges. Volt szükséges. Ők egyénileg vagy párban játszották ezeket a mérkőzést? Az a 3 ember, aki játszott, az lejátszott 3 egyéni mérkőzést, és utána a végén pedig volt 2 páros mérkőzés.
Ez gondolom a döntő, döntők voltak. Nem döntő, nem döntő. Hát ez attól függ, hogy hogyan alakult addig az eredmény. Ja, értem. Tehát volt egyéni és párosítás. Igen, igen. Az a három ember az részt vehetett a két páros mérkőzésben. Az volt a lényeg, hogy két páros nem játszhatott egymás után kétszer, változnia kellett. Milyen korosztályok képviseltetik magukat? Hát a legfiatalabb az 11 éves volt. Marci személyében. Marci 10 éves, Bálint 11, és hát a nem fog megsértődni Feri bácsi, a legidősebb pedig 65 évesen ő volt. Tehát akkor abszolút minden korosztály képviseltette magát. Ami nagyon fontos még, milyen tehát aki megnyeri ezt a bajnokságot, az mivel lehetett gazdagabb? Hát egy vándorserleget vásároltunk, amit megnyert az első helyezett, Józsiék csapata volt, lehet is látni a mezén a Jó Barátok csapata, és hát éremdíjazás volt, aranyezüst bronzérem, és voltak oklevelek, és külön díj, úgymond csak oklevél volt. Említettük itt az imént a Pest megyei bajnokságot, ahová szeretek volna nevezni. Úgy gondolja, hogy a magán belül, tehát a Pest megyei bajnokságon belül is hely tudna állni mondjuk egy kartali csapat, akár a Jó Barátok bajnok csapata? Hát mindenképpen meg kellene nekik a tanulópénzt fizetni, de azt gondolom, hogyha egy-két szezont lehúznának, akkor biztos stabil tagjai lennének a bajnokságnak. Én azt gondolom, hogy erről legfőképpen Lados József tud nekünk beszélni. Ön úgy gondolja, hogy hely tudnának állni mondjuk esetleg egy Pest megyei bajnokságban is a Jó Barátok csapatával? Hát azért ennyire messzire nem gondolkoztunk. Először is ott kezdeném, megragadom az alkalmat, hogy gratulálni akarok a szervezőknek, hogy ez létrejött. Én úgy gondolom, hogy ez a bajnokság, ez egy szenzációs út abból a szempontból, hogy itt különböző korosztályokat össze tudott hozni, és most az eredménytől függetlenül sokkal nagyobb jelentősége van szerintem a mozgásnak, a sportnak. Ez is volt szerintem a célja ennek, először ennek a pingpong bajnokságnak, hogy a mozgás népszerűsítse, főleg úgy a téli hosszú estéken, mert nagyon sok fiatal nem tud mit kezdeni magával, és úgy gondolom, hogy ez az asztali tenisz, vagy hivatalos nyelvén, ugye népnyelvén pingpong, ez egy nagyszerű arra is, hogy miért ez egy csapatsport, hogy egy csapat szellemet is építsen, meg a mozgás népszerűsítse. Én úgy gondolom, hogy kevés olyan sport van, hogy ilyen, ennyi korosztályt ugye össze lehet boronálni, mert hát a mai fiatalok ugye nagyon keveset mozognak, és be lehetne ezt a sportot annak ugye titulálni, hogy ez legyen a lusták sportja, de ez csak így látszatra az. Azért akarom ezt kihangsúlyozni, hogy lusták sportja, mert nagyon sokan nem akarnak semmit sem mozogni. Kezdjen el pingpongozni, alapra csak olyan kicsit mozog, de ha egy órán keresztül olyan kicsit keményebb gondot teszi magát, akkor megizzad már rajta a mez, akkor véletlenül már mozgott, és ez tovább viszi, ez egy nagyon jó sport. Én úgy gondolom, hogy ez a sport jobb, mint a gyógyszer. Nagyon sokan panaszkodnak, hogy én már nem bírok menni, főleg az idősebb korosztály. Hát itt a Feri bácsa jó példa vagyunk rá, hogy ez nem korfüggő, és ez is szenzációs ez a sport. Úgyhogy ezt mindenkinek melegen tudom ajánlani, sőt, még a lányoknak is. A kérdésére visszatérve, egy bajnokságba helyre tudnánk állni. Természetesen, ha kipróbálnak magukat, akkor tudnánk kezdeni. Én úgy gondolom, hogy ezt nem nekünk kellene. Annál is inkább, mert a mi csapatunk a legöregebb csapat. Itt vannak fiatalabb, talán még jobb képességű fiatalok, inkább ilyenre tudnák én gondolkozni. Hogy mégis, hogy mi nyertük meg ezt a bajnokságot, szerintem talán a nevünkből adódóan van, mert mi igazából a civil életben is jó barátok vagyunk, itt a sportban is oda tesszük magunkat. De ha indulása lehet, hogy egy ilyen megyei bajnokságon elindulnánk, de én úgy gondolom, hogy fiatalokkal kellene ezt inkább elkezdeni.
Hát ugyebár van ez a mondás, amiben mindent meg lehet magyarázni, hogy a rutin és az évek, és hát ennek okán pedig nem mást fogok megkérdezni, mint Karácsonyi Ferencet, aki egyébként a legrutinosabb játékosa volt ennek a bajnokságnak. Én legalábbis azt látom, hogy ön ezt a titulust megkapta. Milyen fizikai felkészültséggel kell rendelkeznie egy idős játékosnak ahhoz, hogy ő mondjuk a leges legrutinosabb legyen, a leges legjobb legyen egy bajnokság? Nem szabad, hogy elhagyja magát az ember. Mondjuk én van, hiszen mai napig is fizikai munkát végzek, ácsként dolgozom, meg aztán mindent. Nekem az a baj ebben a játékban, hogy minden második csütörtökön tudtam csak részt venni, mert nekem van egy másik programon csütörtökönként, ulti bajnokságra járok, az meg a szódon van. Az ugye az egy kicsit más. Körülbelül ilyen korosztály az enyém, igen. Meg az, hogy világéletemben sportoltam, sokáig fotballoztam. És akkor A futballból hogyan tért át az asztali teniszre? Csináltunk mindent. Szóval ugyanúgy, mint a fiatalok is, hogy ők is ugye, hát nem csak a pingpong van, tenisz, labdarúgás, bele kell szállni itt mindenbe. Ez a mozogni kell, egyszerűen játék, nem szabad, elhagyja magát az ember. És ez. Fizikailag mennyire megterhelő egy ilyen pingpong, ez a pingpong mérkőzés, mondjuk egy áldász pingpong mérkőzés? Nagyon jó. Észre se vesz az ember így meccs közben, hogy elfárad valami. Utána ugye, hogy elhozták az lábak egy kicsit, hogyha úgy van már. De nem szabad panaszkodni. Fiatalabbaknak egy kicsit talán nagyobb a mozgásigényük, úgyhogy meg is kérdezem rögtön Kovács Marcit, a legfiatalabb játékost, hogy őt mennyire elégíti ki mozgás ügyileg ez a sportág? Mennyire szereted, mennyire érzed magad fáradtnak egy mérkőzés után, hogyha mondjuk egy szoros mérkőzést játszatok valakivel, esetleg pont a jó barátok csapatával? Hát például, hogyha nagyon hosszú meccs, akkor elfáradok, de amúgy is elszoktam, mert ugye ki kell hajtani magadat a pályán. Te melyik csapatban játszottál? Kartali Túrós Csusza. Kartali Túrós Csusza csapatával játszottál. A Kartali Túrós Csusza az én kis papírom szerint a negyedik helyen végzett. Jól mondom? Igen. Jól mondom? Én azt gondolom, hogy ebben a mezőnyben abszolút helyt álltatok. Milyen idősek a csapattársaid? Milyen idősek voltak? Fiatalok? Olyan fiatalok voltak, mint te? Egy darab volt, aki olyan fiatal volt. Egy darab? Igen? Akkor... No, de és... Sanyibá benne volt a csapatban, igen. No, hát mivel foglalkozol még az asztali teniszen kívül? Milyen sportággal? Focizok és teniszezek. És ezeket hol űzöd? Valami csapatban? Focit az csapatban, teniszt az csak úgy kiárok. Csak úgy kijársz. És hol tanulsz? Könyves Kálmán kisiskolában tanul a Marci. No, de talán a Bálint, Szászi Bálint egy kicsit szószátjárabb lesz a Marcinál. Te melyik csapatban játszottál? Fociban. Nem, most jelen pillanatban az asztali tenisznél, ebben a bajnokságban. Kartali Túrós Csusza. Te is a Kartali Túrós Csusza csapatában játszottál. Ti is ugyebár akkor egy csapatban játszottatok a Marcival. Igen. Te milyen sportágban vagy még otthon? Foci meg tenisz. És hol játszol? Hol focizol? Melyik csapatban? Kartalon. Kartalon focizol? Igen. És milyen poszton játszol? Középpályás. Középpályáson játszol? Szuper. És te hol tanulsz? Kartalon, Könyves Kálmán általános iskolában. És akkor még osztálytársak is vagytok, ráadásul Marci? Nem, ez még mindennek a teteje lett volna. No, de akkor így rögtön a végére meg is kérdezem, hogy ez a bajnokság ugyebár most lezárult, és szeretnélek-e még ebből a bajnokságból, vagy van-e igény még erre a bajnokságra? Szerintem mindenképpen van, mert volt visszajelzés, hogy van igény rá. Ősszel megint el fogjuk indítani. Addig azért még valószínű, hogy fogunk szervezni egyéni meg csapat versenyt is, de egyet-egyet ilyen egynaposakat. Mindenképpen van rá igény. Általános iskolás korosztályban is, idősebbeknél is visszajelzéseket kaptunk, hogy egyre többen szeretnének pingpongozni. És hogyha még itt hozzákapcsolhatnék egy gondolatot, lejött hozzánk ide Kartalra múltkor Németh Károly nevű volt válogatott többszörös magyar bajnok asztali teniszező, aki felajánlott egy olyan lehetőséget, biztos esetleg hallott ön is, az éjszakai pingpong.
És hát ez, Amerikából indult ez a dolog. Akkor ott éjszakai kosárlabdával indult ez a történet, és hát, hogy a gyerekek ne csavarogjanak, ne a rossz helyre menjenek, bevitték őket kosárlabdázni. Magyarországon ez a pingponggal indult el már 1993-ban, és egyre több ilyen éjszakai sportegyesület alakult, és hát a gyerekeket mondjuk péntekenként a olyan időpont, amikor esetleg a diszkó meg stb. Elvinni őket, mondjuk 10-től 2-ig minden pénteken pingpongoznak. A legutóbbi ilyen egyesület itt 60-ban alakult, és először 30-40, utána pedig már akár 100-ig is felment a létszám. Gyerekek felnőttek egyaránt, több asztalon pingpongoztak. És ezt a lehetőséget felajánlotta nekünk, és a tárgyalások zajlanak, szeretnénk majd ezt a lehetőséget is megragadni. Hát én kívánom önöknek és nektek is természetesen, hogy minél több sport sikert érjetek el, akár itt Kartalon, akár bárhol az országban, sőt a világon, és én azt gondolom, hogy tényleg nagyon fontos, hogy mindenkinek legalább egy kis mozgás jusson, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velem, hogy itt voltatok velem. Viszlát. Mi köszönjük a lehetőséget. Éveleje óta a Kartal TV képújsága alatt is gyönyörű dallamokat hallgathatunk, méghozzá a Galga Rádió jó voltából. Vendégem pedig Holló István, a rádió üzemeltetője. Szeretettel köszöntöm. Köszöntöm én is a Kartal TV nézőit. Az első és a legfontosabb, mikor alakult a rádió, és milyen ötlet vezérelte önt arra, hogy rádiót alapítson? A rádió az november elején alakult és indult. Az ötlet az végül is nagyon régről származtatik, ugyanis a zene szeretete és a stúdiózás, a rádiózás szeretete bennem már réges-rég megvolt, majdnem 30-35 éve találkoztam először ezzel, és most az internet korában teljesen egyszerű volt egy internetes rádiót indítani technikailag, és az összeszedett zenéknek köszönhetően e tekintetben is viszonylag gördülékenyen indult a rádió, tehát november elejé óta megyünk, és az év elejé óta, ahogyan az előbb említettem, a Kartal TV képviselői alatt is a zenéinket hallják a kedves tévénézők. És hol van a központja a rádiónak? Most a szervereink két helyen működnek. Egyrészt az adás bonyolítás, az adás készítés, ez Bagon történik, és Budapesten egy szerverparkban bérelünk szélessávú internet mentén olyan szervert, ami valójában a galgaradio.hu, és úgy ezzel fontos, hogy nagyon széles internet kapcsolata legyen, hogy ne okozzon gondot akár 100-150 hallgató egyidejű rácsatlakozása sem. Hogyan működik, tehát hogy milyen a struktúrája a rádiónak, milyen a kialakítása, tehát vannak-e műsorok, vannak-e műsorvezetők, vagy éppen zene megy folyamatosan? Jelen pillanatban csak zene hallható a galgaradio műsorán. Vannak persze terveink, hogy indítunk majd egy másik zenefolyamot is, amiben reklámokat, helyi híreket fogunk sugározni. Olyan tervek is szerepelnek a távoli terveink között, hogy esetleg földfelszínen is megjelenünk, de nyilván ezekre még várni kell. Ami leginkább, amire várunk, az az, hogy segítsenek többen, és tényleg így legyen ez egy galgamenti kis rádió, mert egyedül, vagy egy-két ember közreműködésével viszonylag nehéz ezt úgy megtenni, hogy közben az ember a napi munkáját is annak rendje módja szerint elvégezze. Éppen ezért ugye az adásbonyolító szoftver, ami itt működik Bagon, ez körbe lett fejlesztve, körbe lett programozva olyan kis kiegészítőkkel, amiknek a használatával viszonylag egyszerűvé válik itt az adásnak az összeszerkesztése. És igen, a kérdésre válaszolva, szerkesztett műsor folyik a rádióban, vagy a rádióból. Blokkok vannak, mint például az egyik legnagyobb büszkeségem minden nap egy órakor Nagyjaink című zenei blokk. Itt mindig egy régi, vagy éppen újabb magyar lemez kerül adásba. Minden nap 9 órától Sláger Múzeum, ahol a 60-es, 70-es évek, néha 50-es évek, néha 80-as évek dalai kerülnek elő. Azután minden nap kijelölünk egy előadót, nap előadója 11 órakor kerül adásba, szinte majdnem minden esetben valami fajta best of válogatással. Azután délután 4 órakor előszedünk Lemezbörze címen egy olyan lemezt, amit tényleg ritkán hallott, és azok számára, akik esetleg ismerik, ezt akár kuriózum is lehet. És nyilván a köztes időben olyan zenékkel igyekszünk megtölteni ezt a műsort, ami
egyfajta háttérként jó szolgálatot tesz az emberek munkaidejének a könnyebbé, gyorsabbá tételére, pörgősebbé tételére. Napközben című műsorunk gyakorlatilag ilyen dologból áll. Milyenek a visszajelzések? Azt hiszem, hogy egy internetes rádiónál könnyebben le lehet ellenőrizni, hogy hányan hallgatják általában. Tehát mondjuk a hallgatók már észrevették ezt a rádiót? Észrevették, sikerült beregisztrálni elég sok olyan portálra, amik az internetes rádiókat gyűjtik össze Magyarországon is, illetve a világban is, hiszen az internet az nem áll meg Magyarország határánál. És a reakciók, hogy a kérdésre egy választ adjak, olyanok, hogy régen, amikor a rádió indult, éjszaka relax címen nyugtató, lassú, halk, csendes zenéket adtunk. Kanadai magyarok kifogásolták ezt meg, hiszen náluk ugye a napjárás az másként vezérli az időt, mint nálunk, és kérték, hogy ismételjük azokat a lemezeket meg éjszaka, amiket mi itt napközben meghallgatunk, úgyhogy most valamikor néhány hónappal ezelőtt ez a változás meg is történt, és éjszaka már nem kifejezetten relax zenéket játszunk, hanem megismételjük a napi blokkoknak egy jó részét. Ugye említettük akkor az előbb, hogy a hallgatók már kértek egy-két dolgot. Akár lehet-e egy ilyen rögtönzött kívánságműsort is kialakítani, esetleg a hallgatók hogyan tudnának önökkel kommunikálni, hogyha szeretnének dalt kérni esetleg? Igen, internetes rádió lévén weboldalunk az az egyetlen pont gyakorlatilag, amin ezt a kommunikációt meg lehet ejteni, viszont ott egész jól. A zenekukac galgaradio.hu címet arra alakítottuk ki, hogy erre a kívánságokat lehet elküldeni. Szerdán délutánonként szoktunk kívánságműsort tartani a beérkezett kérések alapján. És ugye azért hallgatok ekkorákat, mert a kérdéssel elébe ment egy törekvésnek, ugyanis néhány héten belül tervezem azt, hogy a közösségi portálokat bevonva, gondolok itt Facebookra és Twitterre, egy online kívánságműsort fogunk lebonyolítani, amikor is ugye föl lehet jelentkezni ezekre a portálokra, és ott a hallgatók kérhetnek dalokat, és azok amennyiben tudom, akkor adásba is fognak kerülni. És mik a jövőbeni tervei? Elmondta már azt, hogy szeretnének műsort, és szeretnének majd egy másik forrást is, ahol majd műsorokat is tudnak gyártani. Tehát mondjuk, hogy képzeli el, tegyük föl 5 év múlva a Galga Rádiót, tehát hány műsorvezetővel, milyen műsorokkal, esetleg egésznapos műsorral, vagy egy ilyen nagyobb kistérségi összefogással, tehát nem tudom, mik a tervei a jövőben? Hát a kistérségi összefogás mindenképpen benne van a tervek között, és ennek megfelelően a kistérségből rádiózáshoz kedvet érző embereket mi is csábítunk. Én tudom, hogy most ez olyan helyen hangzik el, ahol valószínűleg a jó kollégákat, ugye a Kartal TV is szereti és keresi. Jól is van ez így, de mi is szeretettel várjuk azokat, akik rádiózáshoz kedvet, türelmet, energiát éreznek magukban. Igen, a kistérség rádiója szeretnénk lenni. Ha tudunk, akkor kimegyünk föl felszín fölé. Ennek jelenleg olyan akadályai vannak, hogy kistérségi, közösségi rádióadásra nem nagyon van lehetőségünk, mert a közelünkben lévő adók 60 és Gödöllő. Ezek egyrészt foglaltak, másrészt a legnagyobbik baj az, hogy a Galga völgyében igazából nem is nagyon jól jönnek ezek az adások. Tehát olyan nehezen fogjuk őket, van nagyon sok olyan terület, ami gyakorlatilag kiesik ezen rádióknak a vételkörzetéből, tehát azzal olyan sokkal nem lennénk bentebb, ha mondjuk 60-ban vagy Gödöllőn tudnánk rádióadó stúdiót kialakítani. A másik lehetőség az, hogy kisközösségi adót építsünk, ennek viszont sugárzási korláta van, 1 kilométer. Ezt ugye nagyon nehéz lenne lefedni a Galga mentét 1 kilométerrel, és azt sem lehet a jelenlegi szabályok szerint megtenni, hogy ugyanazt a műsort sugározzuk 7, 8 vagy 10 kis közösségé. Persze, hogy ennek nyilván anyagilag sem lenne egyszerű ezt a 7-8 adóberendezést megépíteni, de ennek most törvényi akadályai is vannak. Tehát egyelőre tájékozódunk, járjuk a köröket, ha esetleg a törvények, a szabályozások megváltoznak, akkor mindenképpen azon vagyunk, hogy menjünk ki földfelszínre. Persze lehet, hogy a kor le fog lépni bennünket a tekintetben, hogy az internet ma iszonyatosan fejlődik, meg szerintem azért elég sok minden áll még előtte is. Tehát ahogyan ma a rádiót az autóban használjuk, ugyanúgy néhány éven belül én azt
sejtem, hogy megjelennek azok az autók, amelyekben internetrádiók vannak, és ma kiírták a, tehát manapság kiírták már a 900 megás hálózatokra a pályázatot. Minden bizonnyal egy részét ilyen digitális adatforgalomra fogják használni, és ez a hálózat gyakorlatilag az egész országot lefedi, reméljük, hogy a rádiókat is bele fogják vonni, és reméljük, hogy a Galga Rádió is. Ott lesz azon a listán, amit éppen az autó rádióján ki lehet majd választani, mint ahogy ha most valaki Nokia telefonnal rendelkezik, és fölgörgeti a Nokiának a rádiólistáját, akkor szerencsére már a Galga Rádiót megtalálja közte. Milyen internetes oldalra kell rákattintani annak, aki hallgatni szeretné a Galga Rádiót? A Galga Rádió internetes honlapja www.galgaradio.hu, ahol a napi műsor mindig ott van, és erre szeretném kérni a kedves nézőket, hallgatókat, jöjjenek, nézzék minden nap a napi műsort, mert ott tudnak tájékozódni arról, hogy az adott napon milyen zenék kerülnek éppen elő a zenetárból. No, tehát akkor az internet világát éljük, úgyhogy mi is kérjük szépen a kedves nézőinket, hogy egész nyugodtan kattintsanak rá a Galga Rádió oldalára, és hallgassák őket előszeretettel. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, az biztos, hogy a környékben és a kistérségben rengeteg zenekar van, de az is biztos, hogy mellettem a legkarakteresebbek ülnek, ugyanis a vendégeink a Karakter zenekar két tagja, méghozzá Péter Tibor, aki szólógitáron játszik, valamint Rácz Olivér, aki billentyűn játszik ebben a zenekarban. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Mikor alakultatok meg? Tavaly nyár elején kezdtünk el komolyabban együtt zenélni. Voltak már szánypróbálgatások előtte is, csak még a lehetőségek nem voltak. Igen. Hát több taggal próbálkoztunk először. Azok az emberek, akik nem tudtak eljárni próbára, illetve nem volt elég ambíciójuk hozzá, az kihullott, és végül is a Bagi Rétes Fesztiválon indulunk el először. Honnan jött a név választás? A név az igazándiból az én ötletem volt. Nagyon sokat filóztunk rajta, hogy milyen nevet kellene választani, mi az, ami jó lesz majd a piacon, és úgy gondoltam, hogy karakteres zenészek szeretnénk lenni, úgyhogy innen az ötlet, hogy legyen a zenekar neve Karakter. És zenei stílusban mit jelent ez a bizonyos karakter? Tehát milyen zenéket játszotok? Minden, csak jó szóljon. És ez mit jelent, mondjuk kimentek, általában kiszolgáljátok a rendezvényt, mondjuk ha egy bálon vagytok, vagy esetleg egy koncerten is fel tudtok lépni, mondjuk egy kétórás parti zenekarként is. Ez mindig a megrendelőtől függ. Mi a közönségnek játszunk. Tehát, hogyha egy lagziba kell megfelelni, akkor azt játszok, amit a vendégek igényelnek. Ha viszont egy színpadra kell menni, akkor összerakjuk a műsort, és kiállunk egy komplet zenekarként koncert elejéig. Hány tagot számlál a zenekar? 5. És ezekben milyen hangszerek szerepelnek? 2 szaxofon, egy gitár, egy dob és egy billentyű. Azt mondtátok, hogy tavaly alakultatok. Igen. Körülbelül. Az alatt hány koncertetek volt ebben a karakterzenekar felállásban? Olyan 20-25? Mindennel együtt? Hát ebben a felállásban igen. A tavalyi az eléggé gyenge volt. Akkor kezdtünk, nem voltunk ismertek abszolút, semmilyen szinten sem. És januártól, mikor 2 új taggal bővültünk, akkor jöttek a felkérések sorban. Volt egy esemény ott a környékben, aminek nagyon jó visszhangja lett, és azóta folyamatosak a felkérések, és nyára már egész jó állunk. Igen, illetve ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy valamiért a zenekarok életében a páros évek nem nagyon mennek. Ez ugyanolyan, mint hogy páros évek kevesebb a lakodalom. És ergo ez ugye kihatással van szinte mindenre. Na, hát ez például nagyon érdekes dolog. Igen, ez egy ilyen furcsa statisztika, de benne van. Benne van. Akkor most elvileg egy pozitív felívelő pályátok Abszolút. Van a 2011-es évben. Hol láthatnak titeket legközelebb a kedves nézők? Mondjuk így előre láthatólag egy hónappal. Ez a Pünkösdi Bál lesz. Igen. Ami ilyen nyilvános fellépés lesz majd Hévízgyörgön.
tudni kell rólunk, hogy mi jó viszonyt ápolunk más zenekarokkal is, és az is elképzelhető, hogy nem egyedül fogunk megjelenni ezen az eseményen, hanem lesz velünk egy másik zenekar is. Ennek az az érdekesség, hogy szünet nélkül játszunk a közönségnek. Jóformán mind a két zenekarnál jelentős az eltérés, tehát más a stílusuk is. Így mindenki jól érzi magát. Aki nem jön el a mi bulinkba, az álljon a miénkbe, aki nem menne az övékébe, az álljon az övékébe, és mind a ketten jól járunk. Uh-huh. Tehát alapvetően ti egy rendezvényzenekar vagytok, hogyha mondjuk visszatérünk rátok. És mik a terveitek a jövőben? Szeretnétek esetleg saját dalokat készíteni? Volt már ilyen ötlet? Ötlet szintén már megfogom, de aztán időhiányában talán, vagy koncentrációk, és ugye ez talán két különböző dolog, de mindig valahogy másra kellett oda összpontosítani, és ötletek vannak, dallamok is vannak, szövegrészletek is vannak, de az, hogy Isten igazából befejezd egy nótát, az sok idő. Vagy legalábbis a mi szintünkön ez sok idő. Meg a próbák. Először én azt gondolom, hogy ugye a feldolgozásokat kell megtanulni, meg kigyakorolni, azokat a számokat, amiket igényelnek a kedves közönség. Ugye először elsősorban nekik játszunk, tehát ismert számokra kell rámenni. Amikor már ez megy, akkor lehet gondolkodni továbbiakban. Igen. Igen? Bocsánat, nem szabad túlzásba esni, tehát hogyha írsz is nótát a mi szintünkön, csak magadnak írod. Hát, hogyha aztán utána meg lehet szeretetni ezt a közönséggel, persze, hogyha szépen körbeépítitek slágerrel. Mennyit szoktatok gyakorolni? Jellemzően hetente van megbeszélve a próba, hetente egy 3-4 óra, de valóságban olyan 3 hetente tudunk összeülni egy olyan 4-5 órára. Igen. Egyébként ez egyéni dolog, tehát a dobosról tudni kell, hogy ott van, ül a dobon, a kis dobjával zenére, meg vannak beszélni, milyen számokat gyakorlunk ki. Én minden nap gyakorolok otthon, vagy ének, vagy billentyű terén, vagy mindkettő, ez a leggyakoribb. Illetve külön-külön is ezt szoktunk ülni. Amikor a szaxisok jönnek le, amikor a Tibi gitárral, és kigyakoroljuk a számokat. Mekkora a repertoáratok? Körülbelül hány dalt? Rengeteg. Én úgy tudnám csak megmondani, hogy egy ilyen vastag gyűrűs lefűző most az, ami már ki van nyomtatva, és az, ami még csak számítógépen van feldolgozva, az körülbelül ugyanennyi. Rengeteg. Igen. És akkor ezekben a mulatós dalok nincsenek benne, mert az... Mert azok fejből mennek, tehát az... Érzésből. Más tészta, igen. Ki közületek a legrutinosabb zenész, akire azt tudjátok mondani, hogy a legrutinosabb, akire mindenki hallgat? Mert hogy minden zenekarban van egy ilyen. Nálunk ez nem függ össze. Tehát nálunk nem a rutint helyeztük előtérbe, hanem inkább a bátorságot, a merszt. A zenekarban általában kettőnk ének hangja az, ami érvényesül, ergo a többieknek kell kiszolgálni minket, tehát nekik kell lekövetni a mi dolgainkat. Az adminisztratív dolgokat azt Oliver végzi, a döntéseket azokat pedig ketten? Hát ketten, három. Igazából kiszoktam kérni a többiek véleményét is. Bár ha van valami elképzelésem, akkor azért mondok, a végére megyek teljesen. Le lehet beszélni róla, hiába bólogat, csak elég nehéz. A legrutinosabbnak viszont a dobos és az egyik szaxofonos számít, mert ők vannak túl a legtöbb bulin, de ez abszolút nem függ össze se a tudással, se semmivel. Jó barátságban vagytok egyébként így a csapaton belül? Tehát nagyon jó az összhang? Alakul. Alakul, ugye az elmúlt egy év az még nem annyi idő, vagy nem akkora idő. Régebb óta ismerjük egymást, illetve hát azért azt tudni kell, hogy korkülönbség az van közöttünk, mert Oliver 19. Én vagyok a legfiatalabb. Igen, én 30, a dobosunk 28, az egyik szaxis 36-7, a másik pedig már közel van az 50-hez, tehát azért így korban is elég jól eloszlunk. Összejárni nem járunk össze, de azért olyan túlságosan nagy nézetbeli eltérések nincsenek közöttünk a zeneterén. Számunkra mondjuk azért fontos, hogy ne csak a bulikon találkozzunk, hanem hívjuk fel egymást hétköznap is, ugyanúgy. Ne csak a buli meg a pénz az éreljen minket, ne csak akkor menjünk, mikor kötelesség van, hanem igenis azért tudjunk meg többet a másikról. Ismerjük meg a másikat az utcán, mert a legtöbb zenekarnál már a környékben is ez a probléma, hogy amikor pénz van, meg buli van, akkor ott vannak a helyszínen.
egyébként meg nem rá sem mennék a telefont a másikra. Mint igazi rendezvény zenekar, nektek is van ilyen egyenruhátok, mert általában ilyen szokott lenni. Milyen a szín? Bordó színű. Bordó színű. Akkor abszolút itthon érzitek magatokat. Abszolút, hasonló egyébként az árnyalat. Nagyon jó, szuper. Még egy nagyon... Várjunk, csak így van. Én nekem itt van a kis lapomon egy olyan négybetűs szó, hogy klip. Ez készült nektek, legalábbis nem is olyan régen. Erről beszéltek egy kicsit. Hát az ötlet az tőlem jött. Mi szeretjük felvenni a kapcsolatot másokkal is, hogy az üzlet az mindenki részéről működjön. Illetve egy olyan klipet szerettünk volna, amit nem magunknak készítünk el, és nem csak amatőr jellegű, hanem egy kicsit több, és nem titok, hogy ezt a Kartal TV munkatársai készítették, és megtekinthető ez az interneten is, hamarosan a weboldalunkon is elérhető lesz. Milyen dalok szerepelnek ebben a klipben? Ez egy ilyen egyveleg? Nem, ez konkrétan egyetlen egy nóta, ez a Gyöngyhajú lány. De akkor nem öltöztetek be ilyen nagy fehér bogyros parókába, és nem. És ráztátok a csőnaciban. Nem, ez egy szolid klipnek sikerült. Ez egy szolid klipnek sikerült, ilyen hátsó mutogató szolid klipnek, amúgy ilyen a rock and roll. Fiúk, még egy fontos kérdés, hogyan tudnak titeket elérni? Említettétek a weboldalt, ez most már él? Él. A www.karakterzenekar.hu oldalon mindenki megtalál minket, lehet minket lájkolni is. Fel lehet veletek venni a kapcsolatot, és bárhová elmentek, hogyha játszani kell. Tehát nincsen. Sőt, ha világba hívnak, esetleg most felhív titeket Amerikából valamelyik nagy producer, és azt mondja, hogy szeretne egy jó kis lagzis bulit csinálni magának, akkor egész nyugodtan. Na jó, van, én ezeket kívánom nektek a jövőben, és azt, hogy tényleg nagyon jól csiszolódjatok össze, érezzétek magatokat nagyon jól, és minél szélesebb és nagyobb legyen az a repertoár. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Mikor vagyok, egyedül vagy, lehull hozzád egy kis csillag. Hófehér gyöngyök vezessenek, mint jó vándor, fehér kövek. Igen, ébredj, gyöngyhajú lány, álmodtam. Talán lámpák gyöngye vezet, íg és föld között. Igen, ébredj, gyöngyhajú lány, álmodtam vagy igaz talán. Lámpák gyöngye vezet, íg és föld között. Mára ennyi fért műsorunkba, ez volt a Porta, a Kartal TV kistérségi magazin műsorának 7. száma. Én Géci András voltam, találkozunk legközelebb is, viszontlátásra! A műsorszám létrejöttét támogatta a Lados Transz.